Pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Stúdiónk vendége Bősze Anett, a liberálisok ügyvivője. Bősze Anett. Kezicsókolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nekünk nem hozott semmiféle egészségügyi felszerelést, így feltételezi rólunk, hogy mi teljesen sterilek vagyunk és jól működünk. Mi történt, mi volt ez az akció? Mi bőszítette annyira föl? Engem az bőszített föl, hogy gyakorlatilag az összes állami kórház szenved most már attól a helyzettől, hogy az alapvető higiéniás felszerelések nincsenek meg. Ismerjük azokat a statisztikákat, amelyek szerint ma Magyarországon többen halnak meg egy évben kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Azért ez egy egészen rémítő adat. Tudunk olyan kórházról, ahol kukacokat találtak zuhányzó tálcában. Tudunk olyan kórházról, ahol elfogytak az anesteziológusok, ezért korábban kizárólag altatásban végzett vizsgálaton vastagbéltükrözést végeznek altatás nélkül. De gyakorlatilag veszélybe sodorják a viszonylagos egészségét azoknak a betegeknek, akik bekerülnek kórházba. Nem túlzás azt állítani, hogy nem csak a gyógyulási folyamatot, hanem kifejezetten az életüket veszélyeztetik azokkal a körülményekkel. Szegény nézőink, akik korán reggel ezt a beszélgetést nézik, mondjuk öröm számunkra, hogy ők néznek minket, de most biztos kétségbe esnek. Mi erre a válasza az egészségügyi államtitkárságnak? Én hallottam már olyat az egészségügyi államtitkártól, hogy megvizsgálják azt néhány hónappal ezelőtt, hogy van-e lehetőség arra, hogy mindenhová kerüljön készfertőtlenítő. Úgyhogy én ennek érdekében vittem egy higiéniás csomagot az egészségügyi államtitkárság elé. Ebben egészen alapvető dolgok voltak. Szappan volt, WC-papír, kéztörlő, egy olyan készfertőtlenítő, amihez egy drogériában is hozzá lehet jutni, tehát nem egy óriási nagy. Én mikor készültem erre a ma reggeli beszélgetésre, akkor kerestem, hogy kiadtak-e valami közleményt, amiben elutasítják az önmondani valóját, vagy vádját, vagy valóság megállapítását, de nem találtam. Talán önök közel jutott valami válasz? Én magam sem találtam eddig válaszra. Nagyon fontos azt elmondani, hogy ugyanúgy járt az egészségügyünk, mint mondjuk az oktatásügyünk. Itt elveszik egy egyébként eléggé lépésképtelen mamut minisztérium 10 államtitkársága között. Az látható, hogy egészen egyszerűen ezek a szakpolitikai területek nem annyira fontosak a kormánynak. Én nem hiszem, hisz a jövő évi költségvetésben hatalmas összeggel növelik az egészségügyi kiadásokat. Gondolom, ön is látta már ezt a tervezetet. Igen, hát a választási költségvetések intézményét nagyon régóta ismerjük. Sajnos én attól tartok, hogy ez azt itt azt mondta a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Lázár János, hogy ez a költségvetés, ez nem egy kampányköltségvetés. Hát én azt látom, hogy sajnos nagyon sok ágazat dolgozójának béremelését tekintve ez egy választási költségvetés, és nagyon sok mindent elmondhatnánk. Az a kérdés merül föl bennem, hogy az elmúlt 7 évben miért nem lehetett ilyen költségvetést tervezni, miért kellett ennyire hatékonyságot nélkülöző módon felhasználni azokat a forrásokat, amelyek eljutottak egyébként az ágazatokba, vagy amelyeknek el kellett volna jutni ezekbe az ágazatokba, hiszen az a rémítő az egészségügyünkben, hogy Magyarországon összehasonlításban mondjuk az európai uniós tagországokkal hihetetlen nagy mértékű az elvonás a bruttó bért tekintve, és olyan pénzeket fizetünk be annak érdekében, hogy úgymond ingyen legyen az egészségügyünk, hogy az valami hihetetlen, és cserébe azt kapjuk, hogy penész vár minket, bűz, mostani élmény, nekem mesélt el valaki, aki a Margit kórházba bekerült, hogy vödörrel öntötték le a WC-t. Olyan idős betegek, akik közül többen mozgássérültek, többen fekvő betegek, egészen elképesztő, ami zajlik. Önök, hogyha a lehetőséget kapnak 2018-ban, hogyan változtatnának ezen a rendszeren, hogy említette itt a befizetések arányát, hogy adott esetben mondjuk több biztosítós rendszer felé mennének el, vagy mi az elképzelésük?
Igen, a több biztosítós rendszert tartjuk kívánatosnak. Természetesen kis párt vagyunk, tehát ebben muszáj tudnunk egyeztetni a nagyobbakkal, de az elmondható, hogy van egy ilyen kép a fejünkben. Merjen nagyot gondolni, hogy kormányozunk. Igen, merek is nagyot gondolni, illetve hát az egészségügy tekintetében is merek nagyot gondolni, és nagyon bízom abban, hogy egyszer át tudunk állni egy több biztosítós rendszerre, illetve arra, hogy bekerülhet magántőke abba az egészségügyi rendszerbe, ami nem kizárólag a magánkórházakat illeti. Ez nagyon fontos, rettenetes dolognak tartom azt, hogy ma Magyarországon a magántőke, mint kifejezés, az olyan, mint hogyha valami fajta negatívumot hozna rendszerekbe, holott látható az, hogy ahol egyébként megjelenik magántőke. Itt a magántőke nyílnak egészségügyi magánkórházak, tehát hát igen, csak ezeknek egyébként rettenetes nagy költségük van, tehát a magyar társadalom nagyon nagy hányada nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Az lenne a kívánatos, hogyha valami fajta vegyes rendszer életbe léphetne, nem lennének rémítően magasak azok a díjak, amelyek mondjuk alapvetően európai színvonalú. Én még emlékszem, hogy 2007-2008-ban ebből meglehetősen nagy viták voltak, és azért az előző kormánynak a bukásában ez egy komoly szerepet játszott itt a több biztosítós rendszer körülött vita. Nem tart attól, hogyha ezeket újra nyitják, ezeket a kérdéseket, egy hasonló végkifejlet lesz ebből? Mondjuk 2022-re, hogyha számolunk. Én úgy látom, hogy akkor az ellenzék mindenfajta konstruktivitást nélkülözött, szerintem ezt nem is kell hosszasan fejtegetni, sőt, kifejezetten káros volt az, hogy a szociális népszavazásnak nevezett népszavazáson a 300 forintos vizitdíjat sikerült úgy beállítani az embereknek, hogy ez valami borzalom. Nagyon sokat segített volna már ez a lépés. Lenne, ha most lenne a 300 forintos vizitdíj? Én most azt látom, hogy azt látom, hogy amikor megjelenhet egy olyan lista, hogy a SOTE egyes számú női klinikán, hogyha valakit betolnak a műtőbe, akkor neki még két darab fáslit oda kell adnia a műtős kezébe, akkor itt nagyon-nagyon súlyos problémák vannak. Megjelent az egyik nagy sajtóorgánumban egy ilyen lista, hogy mit kell vinni a betegnek egy kórházba. És én azt aláírom, hogy alapvető higiéniás szereket, hogyha ráírnak egy ilyen listára, talán segít is egy betegnek, hiszen mondjuk nem gondolja át, hogy neki mire lesz szüksége. De az, hogy engem, amikor a műtőbe bevisznek, előtte még valami fajta öngondoskodásra kényszerítenek úgy, hogy én lényegében az egészségemet készülök rábízni emberekre. Ez egy megerősített a SOTE részéről, vagy csak egy újságírói? Nem, ez egy beteg által ott kapott lista, amit ő lefényképezett. Én úgy látom a minőségből. Mi a véleménye arról, hogy a hétvégén külföldi munkára toboroztak, és nem kezdő, hanem szakorvosokat, és nem is ők iránt volt, a szakorvosok voltak a legkeresettebbek, hanem a takarítónők és a végzett ápolónők. Igen, az is látható, hogy most már nem csak a legjobbak mennek el, hanem azok is elmennek, akik nem feltétlenül a legjobbak a szakmájukban. Nagyon nagy a munkaerőhiány már is, tehát ez egy probléma, hogy 30-40%-os munkaerőhiányról beszélnek már is a szakmai érdekképviseletek az ápolónők tekintetében, de az is látszik, hogy a magyar kórházakban sokszor egyetlen takarítónő jut 2-3 vagy akár 4 osztályra. Na most ezt én azt gondolom, hogy még talán egy iskolában sem lehetne megengedni, hogy ekkora területet egyetlen takarítónőnek kelljen kitakarítani. Visszatérnék oda, ahonnan indítottam a gondolatomat. Nem véletlen, hogy ennyi kórházi fertőzés van, nem véletlen, hogy ennyien bele is halnak ebbe. Ön szerint a helyzetet orvosolnám mondjuk egy drasztikus béremelés, vagy az mondjuk kevés lenne? Azt gondolom, hogy a béremelés az csak egy lépés lenne, amivel azt tudnánk elérni, hogy egyfelől, akik még itthon maradtak, azok méltó körülmények közt élhetnek, hiszen nem felejthetjük el azt, hogy az elmúlt időszakban azért az egészségügyi dolgozók és főképp az ápolónők is tüntettek, óriási több ezres tüntetéseket látunk. Én láttam olyat, hogy valakinek a hátára az volt írva, hogy 30 éves szakmai tapasztalattal most
110.000 forintot keres. Tehát alapvetően a béremelés szükségessége az nem kérdés. Az kérdés persze, hogy mikor válik versenyképessé mondjuk nyugat-európai bérekkel. Nem akarok igazságtalan lenni, elég lenne első körben az, hogy a magyar versenyszférával legyen versenyképes. Én nem tudom, én azt a tanulságot szűröm le, hogy az alapvető tisztaságnak, a higiéniának ez nem lehet bérkérdése, és vannak közmunkások, és a világon minden van, és nagyon sok munkanélküli is van, akik erre a munkára, ez nem egy könnyű munka. Mi a liberálisok következő lépése, akciója, mivel fognak meglepni minket az egészségügy jobbítása érdekében? Én amikor ezt a higiéniai csomagot elvittem az egészségügyi államtitkársághoz, akkor egyúttal egy egészségügyi válságstáb felállítását követeltem a kormánytól. Sajnos erre sem érkezett egyelőre válasz, de mi most azt látjuk, hogy tényleg a működőképesség határára érkezett a magyar egészségügy. Itt most már valóban válságstábra van szükség. Azt szeretnénk, hogyha nem csak a szakmai szervezeteket, ágazati dolgozókat vonnák be, hanem olyan független szakembereket is ebben a megoldás keresésbe, akik valóban szeretnének lépéseket tenni. Sajnos az elmúlt 7 évben úgy tűnik, hogy egyre csúszott le a lejtőn az egészségügyünk, és a magyar kormány nem volt képes megállítani. A 18-as kampányban akkor az egészségügy lesz az egyik olyan témája a liberálisoknak, ami mondjuk a legtöbb szavazatot próbálják így megszerezni, vagy lesznek más fontos ilyen súlyi témájuk is? Vannak más fontos témáink is természetesen, nekem például az oktatás gyakorlatilag a fő irányvonalam, de az összes humán ágazattal foglalkozom, mert ezt nem felejthetjük el, hogy rengeteg a szociális ágazatokban, vagy akár az ellátórendszerek bármelyikében találunk embereket, akik teljesen méltatlan helyzetben kényszerülnek élni. És innét folytatni legközelebb, és visszavárjuk, és bízunk benne, hogy addig az egészségügyi szaktárca véleménye is meg fog érkezni. További jó munkát. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Bősz Anett, a liberálisok ügyvívője volt stúdiónk vendége, és bízunk benne, hogy az előző akció is segíteni fog, mint figyelemfelhívás. Most akkor előzetes, és már is Deák Daniel, a Nézőpont Intézet elemzője következik. Vele a francia választások eredményeiről fogunk beszélni.